A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Földrengés sújtotta Törökországot és Szíriát, az áldozatok száma közel 40 ezer. A baptista szeretett szolgálat különleges mentőcsapata szűk egy hetet töltött Törökországban azért, hogy életeket mentsen. A csapatnak két fehérvári tagja is volt, őket köszöntöm ma a köztér stúdiójában. Pavelce László, a Huba Rescue 24 parancsnoka és a baptista szeretett szolgálat veszélyhelyzetkezelési igazgatója és Klupács Péter mentőtechnikus. Vasárnap landolt a repülőgépetek, akkor érkeztetek haza, még aznap találkoztunk, akkor nem volt ennyire jó színetek, nagyon fáradtak voltatok, azóta viszont nagyon sokszor találkoztunk. Hogy vagytok most? Először Laci, téged kérdezlek. Hát valamivel pihentebben, természetesen érthető a média érdeklődése is, és hát ezt illik is kielégíteni, tehát ennek megfelelően, ahova meghívnak bennünket, ott megjelenünk, vagy társasan, vagy egyedül, tehát azért így telnek most ezek a napok, de én úgy gondolom, hogy minden csoda három napig tart, tehát ez is le fog csengeni. Peti, te vasárnap, miután beszélgettünk, utána mondtad nekem, hogy a szabad ilyen személyes részleteket megosztani, hogy nem tudod, hogy mit mondtál, mert hogy most aludtál néhány órát. Hány napot bírtatok egyébként alvás nélkül? Hát tulajdonképpen ilyen nagyon-nagyon feleszínes alvással végig ébren voltunk. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon minimális órák voltak azok, amiket avval tudtunk tölteni, hogy pihenés legyen. De az sem tudott pihenés lenni, mert annyira hideg volt, hogy csontig hatoló hideg volt. Tehát nem tudtál mélyen aludni még egy fél órát sem. Tehát mindig fölriadtál, mindig, hogyha volt is idő, de már mentünk vissza. Tehát nem volt idő. Hát mikor hazaértem ott, mikor elváltunk és hazaértem, hát bizony, én akkor ott ebéd után lefeküdtem, mindenkit agyonvertek, és másnap reggelig aludtam, kétszer riadtam fel, hogy csend van, hogy nem megy az agregátor, tölteni kéne bele üzemanyagot, illetve hogy hol vannak a többiek, hogy ja Istenem. Ez az átállás egyébként nehéz, hogy mondjuk 24 órával korábban még konkrétan életveszélyben vagytok ti, a környezetetek nyilván adrenalin dolgozik, és aztán hazajöttek, és nem szól az agregátor. Nem tudom, tehát én ezzel most mese lenne, ha azt mondanám, hogy ilyen történt velem, tehát én nekem egyáltalán nem hiányzott az agregátor zaj, illetve a hő. Én nekem más ingerek értek, hiszen ahogy hazaértem, én mentem be a gyerekeket lefektetni, aludni, aztán valószínűleg hamarabb aludtam, mint ők, de hajnali 4 órakor úgy ébredtem, mintha hűtőszekrény lettem volna, mert az összes gyerekem, mint egy hűtőmágnes feküdt rajtam a lábamon. Az összes az 5, és az 5-ből 3, a két pici ugye az még a saját ágyába, de a nagyobbak azok már apán aludtak, tehát keresztbe, hónam alatt, mellkasomon, és arra ébredtem, és nem tudtam, hogy milyen úton, módon másszak ki, hogy ne keltsem fel őket, de aztán úgy aludtak, mint a bunda, úgyhogy ki tudtam szökni, mert ugye aztán indult a nap, meg kellett felelni ismét a médiának. Azt gondolom, hogy nem ezért csináljátok. 11 élő embert találtatok a szűk egy hét alatt, és ebből hetet ti magatok emeltetek ki a csapatotokkal. És mérhetetlen szeretet zúdult rátok, amióta hazajöttetek. Mit lehet ezzel kezdeni, meg hogyan? Tölt titeket, vagy idegen számotokra? Nem, ez már ott kint is töltött bennünket. Azért azt tudni kell, hogy akiket kiemeltünk a romok közül, általában hozzátartozóik voltak a romok körül. Tehát azért tudtuk pontosan behatárolni, hogy mégis merre lehetnek, mert ugye a hangok egy dolog, a kamerázás egy dolog. Tehát meg kellett határoznunk a pozícióját, hogy szakszerűen ne omlasszuk rá a romokat, tehát megfelelően tudjuk kiemelni ezeket az embereket.
De amikor kikerültek az emberek a romok alól, és az a boldogság, amikor felnőtt emberek örömükben sírnak, mert ez így volt. Tehát a mentőcsapat tagjai is, a túlélők hozzátartozói, volt egy-kettő túlélő is, aki velünk örült, és ugyanúgy sírt, és boldog volt, hogy kint van a romok közül. Tehát én azt gondolom, hogy ez hatalmas energia. Aztán, ahogy hírek mentek arról, hogy embereket emeltünk ki, egyre több információt kaptunk, SMS-eket, különböző fórumokon üzeneteket, ez mind-mind tuningolt bennünket, nagyon pozitív üzenetek jöttek, aztán elkezdődött a török oldalról is az üzenetek jövetele. Nem tudom, hogy hogy sikerült, vagy honnan jutottak a telefonszámunkhoz, de telefonra érkeztek török nyelven üzenetek, úgyhogy Google meg a tolmács fordította az üzeneteket. És hát amikor aztán az én úgynevezett sírós videón felkerült a netre, azután a török média, minden média átvette, és török felirattal ment, és hát akkor utána aztán jöttek az üzenetek, hogy az én könnyem az ő gyémántjuk. Tehát ez nagyon jó volt. De mit tudsz mindezekkel kezdeni, hogyan épül be a kis lelkedbe? A kint lét alatt minden egyes szívecske vagy, hogy veled vagyunk, vagy nem tudom, ha nagy nehezen hozzájutottunk a térerőhöz, és láttunk üzeneteket, mert akkor így pattogott a telefon, tehát mondhatom, hogy százával jöttek ezek a jelek és szavak, és sokszor elég. Tehát nagy töltetet ad az embernek. Az itthon, mikor hazaértünk, akkor én nem gondoltam, hogy így hősként titulálnak bennünket. Tulajdonképpen mi... De már a reptéren, a landolás után, hát mekkora vastaps volt. Igen. Furcsa volt, megmondom neked, furcsa volt, mert dolgoztunk. Tehát mi dolgozni mentünk, dolgoztunk. És annyira lejöttek ezek, hogy a gyerekeim jelezték, hogy a munkahelyen megkérdezték, hogy hasonló nevű ember, hogy ismered, hogy ki ez neked, meg. Tehát eljutottak odáig a hírek, rengeteg média érdeklődés, és meg kell mondjam, hogy először úgy jól esik az embernek, hogy jaj, hát felfigyeltek ránk, hogy jaj, de jó, Laci, szavait idézzem, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg, tehát menjünk, csináljuk. És még mindig nem kopott el ez a lendület, hogy menjünk, csináljuk. Tehát igen, lehet, hogy ezt most kell közéadni, most kell láttatni, hogy mi ezt meg tudtuk tenni, és bízunk benne, hogy afelé megy majd a jövő, hogy akár még több segítséget, vagy még nagyobb lendületet kap ez a dolog, és máskor még könnyebben tudunk menni. Példa lehettek bárki számára. Igen, azt kell mondjam, hogy igen, van egy nagyon jó ismerősöm, a Kovácsi Kozorai Szilvi, aki írt ő is többek között, és nézte a videót, és van egy picike gyermekük, vagyis nem egy-kettő, az egyik pici gyermekük, kérdezte tőle, hogy anya, te ismered ezt a hős bácsit? És akkor mondta, hogy igen. És ez olyan kettőség egy picit az emberben, hogy basszus, én akartam hősöket nevelni éveken keresztül, erre rámondják, vagy nekünk mondják azt, hogy hősök vagyunk. Valahol ez a karma egyébként. Igen, valahol. És, bocsánat, teszek egy zárójeles megjegyzést. A hősképző Klubács Peték indították el, és nagyon sokat dolgoztak azon, hogy az embereket, a civil embereket megtanítsák az újraélesztésre, és hát több ezer emberhez jutottak el a program által, zárójel bezárva. Úgyhogy most mi is megkaptuk ezt, hogy nem csak hősképzők vagyunk, hanem hősök lettünk. Tegnap kosármeccsen voltatok, ti végeztétek el a feldobást, és nekem még mindig tetőtől talpig libabőrös leszek, hogy felmentetek a pályára, a Horog Laci kollégám felkonferált benneteket, és az emberek, akik egyébként kosármeccsre mentek, tehát hogy nem valószínű, hogy, vagy azt gondolná az ember, hogy nem biztos, hogy a feldobóra kíváncsiak, ehhez képest perceken keresztül vastapsot kaptak,
tudtatok, a közönség felállt a kaposvári és a székesfehérvári oldalon is. Gondoltátok volna? Igen. Tehát nem szerénytelenségként gondolom, hanem mi az elejétől fogva, az első üzenetektől fogva tudtuk, hogy Fehérvár szíve is velünk dobog Törökországban. Hát aztán tény is való, hogy az nagyon meglepő volt számunkra, hogy az én kötődésem és Peti kötődése Fehérvárhoz a városvezetést arra sarkalta, hogy azonnali 3 millió forint támogatást nyújtson a szeretett szolgálatnak ehhez a misszióhoz. Tehát én úgy érzem, hogy a fehérváriak szíve is ott dobogott Törökországban. Mi voltunk a kinyújtott kar, az újjak, és tettük a dolgunkat. Ugyanakkor azért itt a tegnapi meccshez szeretném megjegyezni, hogy én sajnálom, hogy nem kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy egy mondatot mondjunk, ugyanis én azért a Kaposvárt is megtapsoltam volna, ugyanis onnan is voltak egy másik csapatban kint kutatómentők, pontosan tudom, hogy kik, és ők egy édesanyát és egy pici gyermeket mentettek ki a rokok közül, tehát ők is megérdemelték volna akár külön is a vastapsot, mert bárki, aki egyetlen embert is megmentett, szerintem abszolút megérdemli, és még mindig ott tartok, hogy én nem szeretem ezt a hős megfogalmazást. Egyébként a hősök azok meg szoktak halni. Mi meg élni akarunk, segíteni akarunk. A munkánk lehetett hősies, de nem hősök voltunk, hiszen nem zavart bennünket senki. Tudtuk, hogy miért megyünk, és azt a feladatot el is végeztük. Mi fogadott benneteket, amikor leszálltatok a repülőről, és nagy nehezen eljutottatok a számotokra kijelölt zónához? Neki kellett állni, az idővel versenyezni. Mennyire helyezett ez rátok nyomást? Nézd, 24 évvel ezelőtt, ugye 99-ben, amikor voltunk, közel 30 évet szoktunk mondani, de ez így van, de most már pontosan 24 év. Amikor ott voltam a törökországi földrengésben, Düzce és környékén, ugyanez a kép fogadott bennünket. De gyakorlatilag én azért lelkileg fel voltam készülve. Én azt gondoltam, hogy változott az építkezés jellege Törökországban, hiszen ők azért elég sok földrengést élnek át, és ehhez képest semmi nem változott. Térdig érő városba értünk, térdig értek azok a szektorok, amik a mentőcsapatoknak ki voltak jelölve. Ahogy megérkeztünk, a csapat egyik része felállította a táborunkat az enszocsás táborban, a többiek pedig azonnal megkezdték a kijelölt helyszínen a élők utáni kutatást. Ugye 11 élőjelzést adtunk, ebből 7-et a mi csapatunk szedett ki, a fennmaradó 5-öt, vagy 4-5-öt, azt pedig török mentőalakulatok szedték ki, mert más technikát, más nagyobb gépparkot igényelt, őnekik ez ott rendelkezésre állt, de mi jelöltük meg, hogy honnan vegyék ki az élőket, hogy hol vannak. Mennyire volt fizikailag és lelkileg nehéz? Hát én úgy érzem, a fizikaiba maximálisat hoztuk, tehát azért tegnap már volt egy ilyen kérdés, ez egy sport. Tehát szükség volt a fizikai állóképességünkre is, és szerencsére mindegy az, hogy a Peti is nyugdíjas, ugyanúgy végeznie, ugyanúgy azon a terepen kellett mennie, mint a 19 éves kollégánknak, aki most először lett mély vízbe dobva. Mindegyünk bírta a terepet, mindegyünk végezte a munkáját. Nagyon hozzá kell ehhez szokni, sajnos megvan a gyakorlatunk hozzá, tehát nem volt meglepő egyáltalán, amit végeznünk kellett. Inkább a lelki oldala, amikor gyerekeket hallasz a romok között beszélni, sőt az édesapjukkal beszélnek, akit még szintén nem látunk, mert ő is a romok alatt van, nyugtatgatják egymást, a kislány fordít arabra, mert az apuka arab nyelven beszél. Tehát ez egy olyan lelki teher, amikor az embernek ugyanekkora gyerekei vannak. Ugye ebből született az én videóm is, hiszen amikor kilettek mentve a gyerekek, ez egy olyan felfokozott állapot volt, amit nagyon nehéz elmondani. Viszont akinek gyereke van, és belegondol abba, hogy ő ott van a romoknál, és tudja, hogy az ő gyereke ott van, és beszél hozzá, kézzel, lábbal, körömmel, csontig marná a betont, bármit. Tehát pontosan ez volt az a pillanat, amikor kitört belőlem is az érzelem, de ez annak a pillanatnak szólt. Tehát tudtuk a dolgunkat, kilettek emelve, 7 órával később kiemeltük az apukájukat,
közben a másik oldalon ki lett emelve az anyukájuk, és az épület hátsó részénél voltak a nagyszülők. Sajnos a nagypapa ő meghalt, de a nagypapát is élve, vagy a nagymamát is élve kiemeltük. Tehát ez egy épületből öt élő embert kivenni, ez egy hatalmas eredmény is volt. Annak ellenére úgy, hogy megtagadtuk a helyszín otthagyását, azért a Szocsába is gratuláltak, azt mondták, hogy ez egy gyönyörű szép teljesítmény volt. Egy kicsit arról a vívódásról, hogy mielőtt a 13 éves kislányt ki tudtátok emelni, ott azért néhány órára ott kellett hagyni a helyszínt. Öt egészre. Öt olyan óra volt, amit szerintem a csapat mindig emlékezni fog rá. Mindenkinek nem mondták ám el nekem, de én azért a tekintetekből pontosan tudtam, hogy lelkiismeret furdalása van mindenkinek. Hát akkor mekkora lehetett nekem, aki döntéshozó voltam, és elrendeltem, hogy levonulunk erről a területről. Viszont reggelre a török barátaink gyönyörűen kitakarították az apró törmeléket, hogy csak a nagy betonokkal, a vágandóval, törnivalóval, fúrnivalóval tudjunk azonnal dolgozni, és hát ennek eredményeként ugye két órán belül kikerült a 8 éves kisfiú, meg a 13 éves lány. Tettük a dolgunkat. Euforikus érzés lehetett, amikor a gyerekek kikerültek. Azt képzeld el, hogy úgy kitakarították azt a bemenő részt a rádölt ház közötti folyosót, ahol először szó szerint úgy kellett bemászni, mire hoztuk ki a hordággyal, vagy a lapát hordággyal, addigra egyetlen egy betont kellett átlépni, szinte sík terepen jöttünk el, tehát úgy elrakták a törmeléket. Tehát ők is megértették azt az üzenetet, amikor levonultunk. Én elmondtam, hogy nem itt hagyjuk a kárhelyszínt, egyszerűen le kell vonulnunk, hiszen ahányszor megállt az aggregátor, akkor mindig ment a fejtörés, honnan legyen üzemanyag. Eljártak a roncsautókból, szívták le az üzemanyagot. Tehát egyszerűen nem működött jól. Két litert hoztak. Két liter. Tehát ezek olyan nyomást helyeztek ránk, hogy ugye akkor, amikor leállt az aggregátor, akkor nem volt világítás, akkor nem volt a romok közt a gépeknek. Itt már éjszaka volt, ugye? Éjszaka-nappal, teljesen mindegy. A romok között sötét van. A romok között sötét van, és akkor döntöttem úgy, hogy be kell szereznünk mindent úgy, hogy ne legyen fennakadás, és ez folyamatos legyen. És ugye reggelre üzemanyagot is tudtunk keríteni, vágókorongokat, feltuningoltuk, ez az öt óra, amellett, hogy egy feszített öt óra volt, attól függetlenül valamennyit tudtunk benne pihenni, és ez pont elég volt ahhoz, hogy annyi energiát nyerjünk, hogy megállás nélkül ledaráljuk ezt a másfél napot, vagy két napot, amit ott dolgoztunk ezen a romon. És a romok között nem lehet érzelgősnek lenni, tehát ott dolgozni mentek, ott nem gondolkodtok, hanem csak csináljátok, amit lehet. Hogy lehet ezt így elválasztani? Most képzeld el, hogyha te bajba vagy. Ugye ez pont nagyon jó egyébként, mert mentő, rendőr, tűzoltók, ők, akiket ugye én azt gondolom, hogy ők a mindennapi hősök, hiszen minden nap ilyen tragédiákkal találkoznak. Tehát ott van a sérült az autóba, és oda menne egy pánikoló tűzoltó. Hát ez egy borzalma. Hát én bajba lennék, és látnám, hogy pánik van, meg nem határozott az ember, az egy borzasztó nyomás lenne, még sérültként is. Tehát mi ezt az arcunkat ott véletlenül sem mutathattuk. Határozottnak, egyébként szerintem ilyenek is voltunk, tehát nem keltettünk pánikot, gondolkodnunk kellett. Nagyon sokunknak voltak gondolatai, a csapatvezető mondja ki az áment, de alapvetően mindenki elmondhatta, hogy szerintem mit kéne, hogy kéne, megvitattuk, és azért általában sikerült azt a kompromisszumot megtenni, hogy azok az emberek jöjjenek kifelé a romalól. A reményt egy pillanatig sem adtátok fel, és ahogy hallom, mindig a csapat szót mondott, tehát hogy csapatként gondolkodtok? Igen. Ez miért fontos, hogy mert nem egyedül nem lehet? Ez nem Pavelce Lászlóról, nem Klupács Péterről szól, hanem a csapatról, mert ha én nem tudom biztonságosan vagy jól meghatározni a feladatot, ha az előn lévő ember nem jó, megfelelően töri a betont, ha a mögötte levő nem figyel oda a romokra, akkor baj van. Tehát mi nem meghalni megyünk, hanem segíteni. Tehát ez nagyon fontos, hogy belőlünk kevés van ott. Mindig azt szoktam mondani, hogy a mentőkből mindig kevés van. Tehát, hogyha ész nélkül megyünk, magunkra döntjük a romokat, vagy ránk dől a rom, akkor még utánunk is jöhet valaki, hogy minket is keresgéljen. 19 két lábú és 7 négy lábú volt a csapat tagja. Nem tudom elképzelni, 8. hogy...
Nyolc volt? Nyolc kutya. Bocsánat, a mi statisztikánk szerint 7. Nyolc kutya volt. Fontosak voltak ők is. Nagyon. Hát ők a műszerek, a legdrágább műszerek és a legprecízebbek. Ezt azért el kell mondani, hiszen a kutya óránál... Bocsánat, de szerintem a legaranyosabbak is. Köszi. Bocs. Azért. Mi is jól nézünk. Sokat segítettek akkor ők is. Hát a jelzéseik nagyon fontosak. Egyébként a kutyások se áldogáltak ám ott kint, tehát hogyha szükség volt, ők is ugyanúgy fogták a törmeléket, ugyanúgy fogták a kábelt, vagy ugyanúgy figyelték a romokat, hiszen itt nagyon fontos volt, hogy folyamatosan rengett a föld. Volt, amikor ötös rengéseket éltünk át a romok között, és az a utórengések azok nem olyanok, mint a apró kis földrengés. Elkezd dropogni az egész kárterület. Hallod, hogy a beton, a fém, a fémmel, és azért annak van egy hangja. Tehát egy alapvető, egy ilyen gyenge földrengés az olyan, mint amikor valaki Budapesten jár és elmegy a föld alatti, a metró. Na most, amikor erősebb rengések vannak, főleg egy katasztrófa sújtott a területen, ahol az épületek összedőltek, ott aztán egész más hangok vannak, remegnek a villanyoszlopok még, amik még állnak, a romok pedig ropognak és csúsznak lefelé. És pontosan ezért fontos, hogy nem megy az egész mentőcsapat a romok alá. Egy vagy két, maximum három ember lehet a romok között, a többiek figyelnek, hiszen pontosan tudnunk kell, ha esetleg baj van, hogy hova kell oda koncentrálnunk, hiszen nálunk is előfordulhatna, hogy mondjuk a mentőcsapat tagja marad a romok alatt, elzáródik az út, akkor azt nekünk pillanatok alatt meg kell tisztítani. És ez a nagyon fontos a csapat munkába, hogy az, aki elől van, az pontosan tudja, hogy kik állnak mögötte, és bízhat abba, hogy ő onnan ki fog jönni. Egyetértés biztos nem volt mindenben, surlódások, hogyan lehet ezeken felülkerekedni, felfokozott állapotban van mindenki, lelkileg, fizikailag, majd rettenetesen fáradt. Van ennek valami speciális módja, hogy hogyan kezelitek? Vagy amit te mondtál, hogy a bizalom, az egymásba vetett bizalom. Az ami ott történt, az ott marad. Tehát nem folytathatjuk. Tehát nincs az, hogy nekünk ilyen tüskék maradnának az emberbe. Tehát nem, ez nem ilyen személyes. A feszültség az persze kézzel fogható volt. Robbanás szinten volt már mindenki, hiszen mindenki tenni akart, de úgy éreztük, hogy néha tehetetlenek vagyunk. De aztán mindenki végezte a dolgát, és tehát én amit szoktam mondani, hogy ami a régen a műtőbe tanultam meg egyébként, hogy ott is az orvosok is aztán, amit tudnak egymásnak néha mondani, meg ez ott marad. Kijönnek és újra munkatársak, barátok, tehát ennek így kell lennie. És mindenkinek van mélypontja. Mindenkinél eljön az a pont, amikor úgy érzi, hogy most sok. Aminek ki kell jönnie, az jöjjön ki, mert ami bennmarad, az viszont öl, mérgez. De ez nem tarthat. A helyszínen is már. Persze, leszoktuk tárgyalni, de nem, tehát ez nem ilyen de ezt ne úgy képzeld el, hogy ott verekedés, hogy veszekedés, semmi. Van egy morronás, utána az ember már szégyeli. De mindig van mélypont. Meg de... nagyon fontos, ugye a Peti szokta ezt kiemelni, ez a parancsuralmi rendszer. Tehát mi katonás rend van, tehát ha a parancsnok nem tetszőt utasítást ad, akkor is végre kell hajtani. Nyerni kell egyet, ezt csinálni kell. Hosszú évtizedek óta vagytok barátok. Mi minden köt össze benneteket? Most már lehet, hogy lassan túl sokat vagytok együtt, nem tudom. Hát azért talán még nem. Nézd, még az biztos, hogy nagyon sok mindenben lelki társak is vagyunk. Tehát egyforma a gondolkodásunk. Nagyon sokszor, igen. Egyforma a habitusunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet csinálni. Egyébként nagyon érdekes, mert a nyíregyházi kollégáimmal ugyanígy vagyok, és mindenki gondolja. Tehát ugye azért mi nyertünk Csehországban nemzetközi versenyeken is, és ott is, mikor el voltunk a versenyen, nem hitték el, hogy mi nem dolgozunk minden nap együtt. Tehát annyira megvan az összhang. Annyira megvolt az összhang, mindenki tudta, hogy kinek a keze alá dolgozik. Most is. Tehát nem akadhatunk fenn ilyen dolgokon. Egyébként a magyarokat azért szeretik a világ bármely részén, mert mi nem állunk meg, ugye, ha történne valami meglepő, akkor mi azonnal, már nem azon gondolkozunk, hogy most valami öntörténne, hanem hogy akkor mi legyen a megoldás.
Tehát kitaláljuk, és leleményesek vagytok. A magyarok feltalálják a magukat a világba, tehát nem állunk meg azért, mert most valami olyan történt, ami nem volt beleszámolva, akkor azt is be kell menni, és akkor annak megfelelően menni tovább, csinálni. A cél ugyanaz, emberek életét megmenteni. Ugye én oktatom az új betanulókat itt az Országos Mentőszolgálatnál régiós szinten, tehát nem csak Fejér megye, hanem Veszprém és Komárom-Esztergom megyéből is. És én mindig elmondom nekik, hogy abból az emberből, aki otthon nem tud kicserélni egy villanykörtét, vagy egy tömítést a csapból kicserélni, abból nem lesz jó mentő. Tehát aki nem tud... Elég bizarul hangzik azért. Igen. Tehát aki nem tud önállóan kitalálni valamit, hogy ott azt meg kell oldani... Megoldás. És te szerelőt hívsz ahhoz, mert csöpög a csapod, akkor nagyon nagy baj van. Belőle nem lesz mentő. Mert ha egyszer egy roncsnál ott dönteni kell, amit nem ír le a tankönyv, mert 100 dolgot leír, de másik 100-at nem, akkor azt neked ott ki kell találni. Mert nem, nincs két egyforma roncs, nincs két egyforma összedőlt ház, nincs két egyformán beszorult ember. És ott kell dönteni. És ott derül ki, hogy jó vagy-e a szakmádba, vagy nem. És akkor ott majd már kijön a tisztelet, hogy te tudtad a megoldást. Százszor visszagondolsz rá, hogy jó döntöttél-e. Százszor visszagondolsz rá, hogy lehetett volna másképp. Nem. Tehát ott eldől pillanatok alatt. Azok az emberek, akik mentődolgozók voltak, és úgy mentek el más cégekhez dolgozni, és ott netán vezetők lettek. Belőlük nagyon jó vezető lett. Azért, mert tudnak dönteni. És nagyon gyorsan. És gyorsan dönteni. Itt nincs az, hogy kiguglizom meg fölhívom a segítséget, kérek telefonon, meg nem tudom, én nincs, itt dönteni kell. És a Laci is ezért jó a szakmájába, mert pillanatok, tized másodpercek alatt dönt, és én is ezért vagyok jó az én területemen. Mert döntünk, és jól döntünk. És ha egyszer eldöntöttünk valamit, ha azt mondja Laci, hogy most itt, akkor ott. És az tuti, hogy jó lesz. És most 99%-ban egyébként ez működött is. Amellett, hogy voltak vitáink, hogy ne innen, meg onnan menjünk, és akkor én mondtam, hogy gyerekek, nem. Mert a parancsnok ki kell dönt. Mondani a végét. Hát persze, igen. Ha igen. Szétválunk, a Laci kijelöl egy másik megfelelő embert, aki azt mondja, hogy most ennek a szakasznak ő a parancsnoka. És akkor őre figyelünk. És ez sem volt, nem is volt vita egyébként ilyen szó. Tehát azért mondom, ezek a feszültségek, ezek inkább tudod, ilyen morranások, de ez ilyen 3 perc. Aztán mindenki ment a dolgára, csinálta ugyanúgy. Tehát itt nem volt se ellentétek, feszülése, mert ugye ez viszont elronthatna egy csapatmunkát, hogyha ilyenek bekerülnének. Ezért nagyon fontos, hogy egy csapatvezető válassza ki az embereket. Az ország minden részéről én választottam ki, még az idegen szervezetekből is, tehát akik nem a Rescue-nak közvetlenül. Te találkoztál indulás előtt mindenkivel? Nem kell, én ismerem. Tehát akiket mi behívunk ebbe a csapatba, őket ismerjük. Tehát nem kell én nekem külön most névjegykártya senkitől. Én, aki ebbe a szakmába dolgozik, az általában ismerjük egymást. Tudom, hogy mire számíthatok nála. Vannak nekem olyan kutyás kollégáim, akik rettenetesen félnek a halottaktól. Tehát minden baj van. Én ezt mondtam, hogy jelöld meg nekem, hogy hol van, aztán gyere ki. Nem kell neked se megfognod, se. Tehát mindenkinek megvannak a hibái, az erősségei, és ezt kell tudni jól koordinálni. És ha ez működik, akkor nincs fennakadás. Tehát ha valaki egyértelműen fél a halottól, vagy még a túlélőt, a sérültől magától, ezt is elfogadom, mert nem vagyunk egyformák. Ezt meg kell tenni, meg kell lépni, és akkor csinálni kell, menni kell tovább. Ő csinálja azt, hogy előjön. De akkor is hasznos csapattag. Nem tudom, hogy tudtok-e rá válaszolni, lassan a beszélgetés végére érünk, és nyilván nem ma kezdtétek, és számtalan segítségnyújtáson túl vagytok már. De ez az út még azért friss az emlék, de mégis most már kezd lejjebb kerülni. Mit adott az egyéniségetekhez hozzá ez az út? Mivel lettetek többen? Megfoghattátok ennek az 5 fős családnak a kezét? Láttátok a szemeiket, élnek. Én nekem, mondhatjuk azt, hogy nekem egy nagyon nagy önigazolás. Tehát, hogy
míg régen is kint voltam. Mindig voltak akkor is kételkedők, mint ahogy most is van, ugye, amellett, hogy azért kapunk pozitív, rengeteg pozitív visszajelzést, vannak hangok, de mi ezzel nem foglalkozunk, mert hogy miért nem mutatjuk be a kiemeléseket a romok közül. Én úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek is van személyiségi joga. Nem hiszem, hogy nekem most azt a lépcsőt kéne megjárnom, hogy én most minden televízióba gyerekeknek a videójával, akiket éppen mentünk, kellene kampányolnom. De olyan képek egyébként készültek, amikor nem látszik az arca, például a 9 éves vagy 8 éves kisfiúnak, tehát így hogy van, azért lehetett de látni. De nekünk ezek, hidd el, hogy megvannak Premier plánba is. De én nem tartanám ezt méltónak. Emberek vagyunk. Én se szeretném se a hozzátartozómat, még magamat se így látni. Természetes, hogy tettük a dolgunkat, ez így normális. És hát tegyük hozzá, hogy rengeteg felszereléssel mentünk. Ugye azért a pákozdi raktárból iszonyú sok dolgot kivittünk. Egyébként azt is szeretném az elmondani, hogy egy kicsit elfajzott lettem, mert ugye most már pákozdon lakom. Jó, ezt akartam is mondani, igen, hogy székesfehérvárinak vallod magad, de hogy egyébként pákozdon igen, élsz. Igen, én született igen. Fehérvári vagyok, de most 3 éve már pákozdon lakom, tehát nem hiszem, hogy befolyásolja. Tehát én akkor is fehérvári gyerek leszek, ugyanakkor nagyon büszkén lakom pákozdon, és ott is nagyon szeretnek az emberek, ettől függetlenül nagyon érdekes, tehát ezelőtt is szerettek. Most természetes, hogy aztán nem tudok úgy mozdulni, hogy ne köszönnének, ne gratulálnának. Ez is nagyon jó érzés, illetve hát az, hogy iszonyú nagy, azt nem nagyon esik szó arról, hogy mennyi ember kellett ahhoz, hogy mi 18-an, 19-en és a 8 kutya elmenjünk ezzel a 2 tonna felszereléssel. Hiszen a raktárosaink, a kollégáink az irodába, a koordinátorok iszonyú sokat telefonáltak, a kapcsolat a török nagykövetséggel, a magyar nagykövetséggel, a külüggyel, tehát gyakorlatilag folyamatos telefonálgatás a repülőtársasággal, ilyen még nem történt, ami az én 33 éves szakmaiságomban, hogy egy légitársaság, egy adott ország légitársasága ingyen biztosította volna a repülőjegyet, a terhet ingyen vitte volna és hozott haza bennünket, tehát ez nekem mondom, megsüvegelem őket, tehát abszolút ilyen még soha nem történt. De ez, én úgy gondolom, ez egyfajta elismerési, szakmai elismerés, mert azért nem hiszem, hogy mindenki jegy nélkül, tehát nem megvásárolt jegyel utazott volna ki. Peti, neked mit adott a szerepségethez? Hát egyszer egy megerősítést az, hogy a testem még bírja. Olyan izomlázom volt, mikor hazaértünk, hogy sok volt az a beton, amit meg kellett mozgatni. Elég volt, igen. De bírta, tehát nagy visszaigazolás, hogy bírta, viszont amit nagyon adott, hogy amit majd tovább tudok adni az új betanulóknak, hogy tudok olyan dolgokról is beszélni, ami nincs a mindennapokban mentőmunkába. És el tudom nekik azt mondani, hogy egy ilyen helyszínen hogy kell viselkedni, illetve hogy egy ilyen helyszínen hogyan lehet csapatnak, tagnak lenni, mert az a baj, hogy a mai világban mindenki főnök szeretne lenni, de ez nem működik. Tehát el kell kezdeni, aki bekerül egy ilyen csapatba, el kell kezdeni a legkisebb morzsánál, és majd lehet 30 év után előre menni a csapat élén. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent fogok tudni átadni ezeknek a srácoknak, lányoknak, akik ezt a pályát választják, és bízom benne, hogy most már, ha jönnek elsőjén, akkor már tudok velük beszélni márciusban. Ne legyen rátok szükség, de ha mégis úgy hozza a helyzet, akkor lehet-e rátok számítani? Marad-e a hivatásotok az életmentés? A felszerelés össze van pakolva. Tehát mi egy órán belül akár útnak tudunk indulni, tehát én ezen nem, ez még nem. Jó, azért egy kicsit tűzoltó is maradtál, tehát hogy gyorsaság tekintetében. Igen, tehát kétszer ad, aki gyorsan ad, ugye, ezek a mondások, ezek nem csak szófoszlányok, ezek valóban így vannak, mi nagyon pontosan tudjuk ezt.
hiszen aki bajban van, az nagyon örül, amikor hamar érkezik a segítség. Ezek a felszerelések rendelkezésre állnak, mi készenlétben vagyunk. Egyébként nagyon érdekes, mert a családom is, most már a nagyobb gyerekeim is ugyanígy a szakma közelében vannak. Ugye a nagyobbik fiam, ő orvostanhallgató Pécsen. A fiam most megy a Nemzetvédelmi Egyetemnek a művelet irányítási szakra. Tehát én érzem, hogy már mögött... Voltatok már együtt valahol? Igen, igen. Magyarországon már voltunk, külföldön még nem voltak, de én úgy érzem, hogy ennek is megvan a miértje. Nem szeretném, ha elájulnának, ha úgy gondolnák, hogy alanyi jogon jár azért valami, mert én Pavelce vagyok. Tehát tanulja meg mindenki, ez a szamár lépcsőzés, ez nagyon jó. Tehát én is úgy érzem, hogy úgy lettem, mondjuk most már valakinek merem mondani talán magam, úgy lettem valaki, hogy egy igazi strapás szamár létrán indultam el. Természetes, hogy nagyon jó papdoktor szokta azt mondani Nyíregyházáról a kollégám, hogy mi kölcsönösen kihasználjuk egymást. Ő adja az orvosi szaktudását, én meg eljuttatom oda, ahova úgy gondolt, hogy ő soha nem fog eljutni. Ami én rám is igaz, én se jutottam volna el, hogyha nem tudnék mindig egy profi csapatot mögöttem. Marad az életmentés a hivatás? Mész el, ha szükség van rá? Igen, én úgy gondolom, hogy még van bennem annyi erő, hogy és tudás, hogy igen, hogy ne csak avval foglalkozzam, hogy átadjam ezt a tudást, hanem hogy még véghez is vigyem, tehát hogy cselekedjem ezt a mentést. És amíg bírja a kezem, a lábam, hogy fölemelkedik, és a Laci azt mondja, hogy ennek a csapatnak hasznos tagja vagyok, addig megyünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. És hát mindent köszönünk, más nem is tudok mondani, Pavelce László és Klupács Péter. Kedves nézőink, ez volt a Köztér. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.